Nyíregyháza magas szintű zene életében, a zeneiskola létében maradandó érdemeket tudhatott magáénak. 1962-től 72-ig zongora tanárként, 1972 és 74 között igazgatóhelyettesként dolgozott, majd 1975-től 2000-ig igazgatója volt a zeneiskolának. Emellett rendszeres közreműködője az iskolai és városi koncertéletnek. Babka József az intézményben példaértékű hozzáállásával teremtette meg a feltételeit a magas szintű pedagógiai munkának. Vezetés alatt épült fel a jelenlegi 51 tantermes, két hangversenytermes, stúdióval, könyvtárral ellátott intézmény, melynek hangszer ellátottságát is megalapozta. Vezetése alatt az iskola nem csak a zenei, de a kulturális és művészeti élet központja is lett. Többek között ő volt az országos zeneiskolai zongora verseny egyik megálmodója, amelyet 2022-ben már 16. alkalommal rendeznek Nyíregyházán. Elsőként lépett a város testvér kapcsolataival karöltve a külkapcsolatok kialakításában, így többek között Izerlón, Ungvár, Eperjes, Bécs vagy Máramaros sziget iskoláival több eredményes szakmai programot szervezett. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége elnökségi tagja volt a kezdetektől, ezáltal a megye képviselője. Az elnökségnek élete végéig tiszteletbeli tagja. Hosszú éveken át szerepelt a Filharmónia rendezvényein, mint zongorista, emellett tudósította is az olvasókat a megyei napi a bérletes koncertekről. Zeneiségével, emberségével megmutatta azt a többletértéket, amely példa az utódoknak. Emlékét kegyelettel őrzik a családtagok mellett volt kollégái, tanítványai, tisztelői és ismerősei. Nyugodjon békében!